Jó estét kívánok! Tisztelettel köszöntöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét. Nagykunsági Krónika közéleti magazin műsorunkat látják. Kérem, tekintsék meg ma esti műsorajánlónkat. Kedves nézőink, Aktuális Kérdések című heti magazinműsorunk következik. Mai vendégünk dr. Borsos Anikó, járási tiszti főorvos, akivel az új közétkeztetési jogszabályokról beszélgetünk. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk dr. Borsos Anikó járási tiszti főorvos. Szeretettel köszöntöm doktornő stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Én is nagyon nagy szeretettel üdvözlöm Karcag TV nézőit, és remélem, hogy a mostani beszélgetéssel, aminek egy nagyon aktuális témája van a közétkeztetés, sikerül egy kicsit segíteni a mindennapi életben. Ha már így fölvezette ezt a mai beszélgetésünket, doktornő, tavaly akkor volt nálunk egy stúdió interjún, amikor ugye egyrészt az influenzáról, másrészt a mintamenza programról beszélgettünk, mert akkor még az létezett. Igen. Ez valaminek az elődje, az előjele, előszele volt ez a mintamenza. Mit jelentett ez akkor? Igen. Mit kell róla tudnunk? Már nagyon régen tudják a szakembereink, hogy valamit tenni kell a közétkeztetéssel, és oda kell figyelni, jogszabályt kell alkotni, hogy ne csak egyes étkeztetőknek a lelkiismeretére legyen hagyva, hanem mindenkinek kötelező legyen egészségesen étkeztetni a gyerekeket, és a fiatalokat, időseket. Tehát egy olyan rendelet született meg, aminek a megszületése előtt már a mintamenza program elkezdődött, ami ezeket a korszerű és igen szigorú irányelveket tartalmazta, és a mintamenza ennek megfelelően elkezdett egy fölkészítést. Ugyanis sokan csak a só rendeletként ismerik az új közétkeztetési jogszabályt, mert másról beszéltek, mint hogy nem lehet sózni. Lehet sótartó, nem lehet. Ennél sokkal nagyobb jelentősége van, mert az lenne a célja, hogy meghatározott nyersanyagok vannak benne ebben a normatívában, hogy milyen nyersanyagokból kell főzni. Itt megvan mennyiségek határozva, hogy a gyerekeknek az egészséges fejlődése, meg az idős embereknek az élettani sajátosságainak megfelelően mit kell nekik adni, mit kell, hogy tartalmazzon. Ugyanakkor változatosnak kell lenni, jó ízűnek, és lehetőleg könnyen emészthetően. Ez már ugye igen, az új jogszabály, amiről ez az új beszélünk. Jogszabály. Beszéljünk most egy picit arról, hogy volt ugye egy megelőző igen. Program, ez egy felkészülés. Ugyanazt a jogszabályt, amiről már tudtak, csak még nem volt kötelező, mert irányelv volt meg, amiből tudtuk, hogy jogszabály lesz. Az irányelvnek megfelelően kellett elkezdeni főzni a mintamenza idején. Itt Karcagon és környékén ezt igen. Hogy tudták megvalósítani, hogy sikerült ez a program? Karcagon két gyerekétkeztető vállalkozás is csatlakozott a mintamenzához nagy örömünkre, mert így az ő diákjaik hozzászokhattak ahhoz, hogy milyen is a egészséges és korszerű táplálkozás. Mert hogyha a sót is fokozatosan csökkentjük, ez az iskolás korosztályra vonatkozik elsősorban, akkor sokkal
könnyebben megszokja azt a szinte minimálisnak tűnő só mennyiséget, amit lehet adni neki. Meg oda kell olyan dolgokra is figyelni, hogy például a napi megengedett só mennyiséget, ha már a sóról beszélünk, mert mindenkit ez érdekel, ne a kis étkezéseknél, hanem az ebédnél kapja meg a gyerek. Tehát akkor nem lesz sótlan az étel. Konyha technológia nagyon fontos, a felhasznált alapanyagokon kívül, hogy mi módon készítjük el, hogy mennyi zöldséget használunk, hogy zöld fűszereket mennyit használunk, meg lehetőre kell, tartózkodnunk kell olyan alapanyagoktól, amelyek már eleve nagyon sósak és tartósítottak. Miért káros a só? Én például erről olyan sok mindent olvastam, hogy nem túl káros a sok sófogyasztás, káros, ugye van már ilyen, hogy görög-tengeri só, himalája só, sók között van különbség egyébként? Igen, igen, van különbség attól függően, hogy honnan szerezzük, de más a finomított só, más a tengeri só, a hegyekből bányászott úgynevezett kősó. Itt elsősorban a nátrium-kálium aránya a legfontosabb, mert a sóba is a legveszedelmesebb maga a nátrium. És hát emiatt van a nátrium-klorid, tehát emiatt van az, hogy mondják, hogy ez a só egészséges, a másik meg egészségtelen, a mérték a lényeg. Én úgy gondolom, hogy nem lesz annak attól baja senkinek sem, ha nem a legdrágább sót fogja megvásárolni, de hogyha túlzott mértékben fogja használni, annál nagyobb lesz a gond. Mert egyik sóból se szabad túl sokat, ahogy mondja a népi mondás, hogy jóból is megárt a sok. A só magas vérnyomást okozhat, és tudjuk, hogy a magas vérnyomás az egyik fő kockázati tényezője a szív- és érrendszeri betegségnek. A másik nagyon nagy probléma a szív- és érrendszeri és anyagcsere betegségeknél, daganatos betegségeknél, ez pedig a túlsúly. A túlsúly, és erről nem szoktak beszélni az emberek, amikor erről a közérkeztetési rendeletről van szó, az, hogy túlzott energia, kalória bevitel ne legyen, mert attól hízik az ember. A víztől nem hízik, magától a sótól se hízik, viszont a jó zsíros és a cukrozott, édesített ételektől nagyon sok luxus kalóriát adunk a szervezetbe, és ezért van az, hogy például a magas zsírtartalmú húsokat is szabályozzák, hogy hányszor adhatnak ebbe a programba. Tehát megjelenik a halhús, a baromfi hús, a vadhúsat is ajánljuk a közétkeztetésbe, sőt a nyúlhúst is, és ez mind-mind előfordul a területünkön, pláne ott, ahol van lehetőség startmunka segítségével, például kisállattenyésztésre is és tartásra. Ugye azt már megtudtuk az előbb doktornőtől, hogy a sok sófogyasztás káros, gyakorlatilag mindegy, hogy milyen sót akár, mert ugye a legolcsóbb só az szerintem egy kiló olyan 70 forint, 80 igen, forint igen. körül van, de mondjuk a Himalája só az egy kiló olyan 8-900 forintba kerül. Igen. Na most, hogyha azt tetszett mondani, hogy túl sok zsír, stb., tehát húsoknál például, hogyha főzik, sütik, akkor mivel sütik a húst? Zsírral, olajjal, kókuszsírral, olívaolajjal, mi az, amit ajánlanak? Mivel kell például a közétkeztetésben? Igen, a közétkeztetésben ilyen különleges zsíradékokat nem ajánlunk. Tökéletesen megfelel a napraforgó vagy repceolaj, de most inkább napraforgót lehet kapni. Tehát ezek az olajak, amelyeket be tudnak szerezni a kereskedelembe, a zsírt azt nem javasoljuk, bár vannak olyan ételek, amelyekben föl lehet némi zsíradékot használni, de azt is takarékosan, mint egy ilyen takarékos gazdaasszony olyan módon. Ugyanakkor van az ételeknek egy rejtett zsírtartalma is, és ez főleg a sertéshúsnál szokott előfordulni, hogyha a zsírosabb részét fogyasztjuk, akkor már van benne annyi zsíradék, hogy azt inkább kisütni kell belőle, mint sem még hozzáadni valami nagyobb mennyiséggel, mert ez mind-mind energia. Hát nem beszélve a vitaminokról, a több zöldséget, gyümölcsöt, amelyeknek nagyon jó az élettani hatása, és sokkal jobb ezeket a vitaminokat természetesen bevinni az étkezéssel, mert akkor túladagolástól nem kell félnünk, tehát, és ugyanakkor finomabb is.
Azt mondják, hogy a libazsír a legegészségesebb, akkor most ez itt megdől? Hát én nem mondanám, hogy a libazsír a legegészségesebb, aki szereti, fogyassza. Én az arany középutat javasolnám mindenkinek. Rengeteg téveszme kering az interneten, és vannak önjelölt ilyen apostolai a étkezésnek, akik megmondják a biztosat, hogy mi az, amitől valaki szép lesz, fiatal lesz, fit lesz. Én azt tudnám javasolni, hogyha már ezt nézi, a dietetikusoknak az oldalát érdemes, vagy a OET-nek a honlapját megnézni. Tehát a magyar dietetikusok nagyon jó szezonális információkat közölnek a lakossággal, elő lehet az ő hírlevelükre, hát nem fizetni kell, hanem lehet jelentkezni, és akkor küldük ingyen a hírlevelet az érdeklődéknek, a Magyar Dietetikus Szövetség. Interneten meg lehet keresni, vagy például a www.oeti.hu, ott is nagyon sok dolgot lehet olvasni arról, hogy mi az, ami egészséges, mi az, ami jó. Most, mivel nem vagyunk egyformák, minden ember külön egyéniség, nem beszélve arról, hogy vannak családi hagyományok, tehát itt nem lehet megmondani, hogy ezt kell enni, és akkor egészséges leszel. Itt a mértékletességre kell, és a változatosságra helyezni a hangsúlyt. Tehát a túlságosan egyoldalú táplálkozás az általában nem tesz jót, különösen a fejlődő szervezetnek. Ugye életbe léptek ezek az új jogszabályok a közétkeztetésben, mire fektetik a legnagyobb hangsúlyt? Tehát mik a főbb ismérvei? Ugye beszéltünk a sóról, beszéltünk arról, hogy miben sütik mondjuk a húsokat, de mi az, amit előtérbe helyeznek? Tehát sütik inkább a húst, vagy rántvadják a gyermekeknek, vagy párolják, főzik? Tehát mi az, amit lehet tudni, milyen arányban? Igen. Kell, hogy tartalmazzon. Ez részletesen meg van magában a rendeletnek a mellékletében, ahol benne van, hogy milyen gyakran lehet párolt, rántott, sült húsokat adni a gyerekeknek, milyen gyakran kell zöldséget adni, meg gyümölcsöt. Hát tulajdonképpen zöldséget minden nap kéne adni, illetve gyümölcsöt a kis étkezéseknél, illetve főzeléket kell többször adni egy héten, ami eddig is megvolt, de nem mindegy, hogy hogyan készítjük a főzeléket. Tehát itt ki kell kísérletezni minden konyhának, és ebben nagyon sokat segített a mintamenza, és itt Karcagon is nagyon jó kezdeményezések vannak, szóval szerintem maga az étel az finom, és meg is szokták enni a gyerekek, mert hozzászoktak ahhoz, mire életbe lépett a rendelet, a többség, hogy mi az, ami jó. Hogyan kell készíteni a főzeléket? Azt mondta, hogy nem úgy készítik, vagy ki kellett kísérletezni. Hát azért kell, hogy ki tudjanak jönni a normatívának a számából. Tehát nem lehet olyan lisztezni, nem lehet ilyen csirizes főzelékeket csinálni, mint ami valamikor volt, hogy valami csirizes lébe úszott egy-két zöldség darab. Tehát lehetőleg törekedni kell arra, hogy a zöldségeket ne annyira liszter, inkább saját magukkal tört zöldséggel, kevés liszt felhasználásával sűrítsünk. És hát ami még inkább fontosabb, hogy a felesleges luxus kalóriákat kerüljük, a cukrozást. A ételek mellett a gyerekek vizet szoktak kapni, meg az idős emberek is a közétkeztetés során, és ez nem csak anyagi okból van, hanem azért, mert minden cukrozott, édesített itallal rengeteg felesleges luxus kalóriát viszünk be, ami hízlal. Én nem akarok egyik gyártó márkáját sem, nem akarom megnevezni, de nagyon jól tudjuk, hogyha megnézik egy üvegnek üvegen az összetételt, hogy mennyi cukrot tartalmaz, persze nem mindig szokták ráírni, hogy mennyi energia van benne. Hihetetlen energia van egy-egy ilyen italban, nem beszélve az energiaitalokról, amelyek meg túlzott koffein tartalmaznak, taurint és egyéb anyagokat, amelyek szintén eléggé megterhelik a szívet. Kalória számít, vagy a cukortartalom?
A cukortartalomra azért kell figyelnünk, mert az egyszerű cukrok, amik ebben vannak, azok különösen rossz hatással vannak a szénhidrát anyag cserére. Tudjuk, hogy a keményítő is tulajdonképpen összetett szénhidrát, és vannak a méznél, vannak szintén egyszerűbb cukrok is, tehát nagyon sokféle cukrot lehet tapasztalni. Ahol lehet, én a mézet ajánlanám édesítésre, mert mindenképpen élettanilag értékesebb, de italokba a cukrozott italokat semmiképpen se. Mert még a természetes gyümölcsleveknek is van energiatartalmuk, ugye a rostos gyümölcsleveknek, de hogyha még ez külön hozzáadott cukort is tartalmaz, ezért nem mindegy a csomagoláson elolvasni, hogy hozzáadott cukor nélkül van valami. Gondolom, hogy az új jogszabályoknak megfelelő főzést, ételkészítést önök a szakemberek ellenőrzik. Milyen tapasztalatokat szereztek eddig? Igen, hát eddig az a tapasztalatunk, hogy a legtöbb konyhánál, tisztelet a kivételnél, lényegesen több a fehérje tartalom, ami azért veszélyes, mert a túl sok fehérje megterheli a veséket, és ugyanakkor pedig elősegíti a túlzott energia tartalmat is a rejtett zsírnak a kiszabadulásával, ami van a legtöbb ilyen húsféleségben. És ezért van az, hogy a második probléma az, hogy több a zsírtartalma az ételeknek, és igen gyakran a cukortartalma is. Na most ezt leszorítani a norma alá nagyon nehéz. Tehát nekik is vannak számítógépes programjaik, és azon gondolkoznak, hogy hol lehetne egy kicsit változtatni, akár a ételen, hogy az jó legyen. És ugyanakkor a változatossági mutatót is ki kell számolnunk, és általában elmondható, hogy itt például Karcagon is változatos az étel, annyira nem magas, mint kezdetben a plusz energiatartalom a számított értékek alapján, és ugyanakkor a sótartalommal talán azzal van némi gond, de ez sem mindenütt. De nemrég volt, és nagyon érdekes dolog, hogy különböző számítások mellett nagyon fontos lenne minél több vizsgálatot, laboratóriumi vizsgálatot végezni. Nem Karcagon, hanem a karcagi járásban történt, hogy mintavételünk volt, központi mintavétel, ahol az aznapi ételeknek a sótartalmát vizsgáltuk. A számított érték, ami az ő programjuk alapján ki lett számítva, az benne volt a normában. Tehát 2 gram volt. A mi számított értékünk az 6,8 volt, és olyan 6 egész körül volt a tényleges érték. Tehát ebből következik, hogyha valaki netalántán egy olyan programot vesz meg, valamelyik ilyen középkeztető konyha, amelyik nem számolja az ételeknek, tehát az alapanyagoknak a meglévő sótartalmát, például, hogyha füstölt hús használnak egy jó kis bablevesbe, az nagyon finom, de ott már bele kell számolni a programba, hogy az már sóval készített, vagy hogyha olyan konzervált, sóval konzervált zöldségeket is használunk föl, amelyek növelik az étel sótartalmát, az mind beleszámít. Tehát nem csak a hozzáadott cukrot nézi, tehát úgy kell ennek meglenni. Van egyébként sótartó, vagy nincs sótartó az étkeztetőknek az van asztalán? Van sótartó, de nem az asztalon, hanem lehetőség van arra, hogy ott, ahol kiadagolják, amellett van egy kis só, ahonnan lehet szórni. De hát az a gyerek, aki nagyon sok chipset eszik iskola után, az sótlannak fogja tartani az ételt, és hát azt is el lehet mondani, hogy akit otthon mindenféle cukorkával és habos süteménnyel kényeztetnek, bizony az előfordulhat, hogy nem nagyon fog lelkesedni a korszerű ételekért. Ezért semmit se ér ez a kezdeményezés, amit mi teszünk az egészséges gyerekekért, hogyha a szülők ebben nem partnerek.
Igenis, oda kell figyelni a gyerekek étkezésére, a gyerekek súlyára, a megfelelő táplálkozásra. Törekednünk kell arra, hogy példát mutassunk. Nagyon fontosak továbbra is a családi étkezések. Ez nem egy ilyen elavult dolog. Én azt hiszem, hogy legalább hétvégén ezzel nevelés a szülő a gyerekét, nem csak arra, hogy hogyan kell kulturáltan enni, hanem hogy mit is kell enni, meg mi a finom, az ízlését tudjuk meghatározni. És ugyanakkor pedig az iskolai étkeztetés mellett azért adjunk reggeli 10 órait a gyereknek, ne bízzuk rá, hogy majd kapsz valamit. Majd megveszed a büfébe. Majd megveszed, mert a büfébe a legtöbb gyerek, én nagyon keveset ismerek, aki nem cukorkát akarna venni, vagy valamilyen energiaitalt, és ezzel ártunk neki. Mégpedig mindent meg kell tenni, hogy ne érjük el azt a számot, amire nagyon sok gyógyszergyártó cég már készül, hogy el fogjuk érni egy ilyen 15-20 év múlva, hogy az európai lakosságnak, köztük ugye a magyar lakosságnak talán még inkább, mert mi mindig előjárunk ebben, a 20%-a, vagyis minden ötödik ember diabetesben szenvedjen. Mert ez a későbbiekben nagyon súlyos hatással van az emberek egészségére. Könnyebb ezt a betegséget megelőzni, és mivel minden szülő számára a legnagyobb kincs a gyerek, azzal tudja leginkább védeni az egészségét, hogyha odafigyel arra, hogy mit eszik. Ez az édesanyáknak a öröklött és hagyományos feladata, és ezért nagyon örülök annak, hogy mostanában már a fiatal lányok körébe is divatossá vált, sőt, fiúk körébe is főzni, és egyre többen odafigyelnek arra, hogy mit esznek, és én úgy gondolom, hogyha erre itt Karcagon is igyekszik minél több szülő figyelmet fordítani, és ne azt hagyni, hogy a gyerek találja ki, hogy mit akar, hanem ő gondolkodjon el azon, hogy mi az, amivel a gyerekét jól tudja lakatni, de ugyanakkor az egészségének se árt. Hogyan tudnák rávenni a szülőket erre az együttműködésre? Mert ugye akkor gyakorlatilag, ha az iskolába korszerű ételt, korszerű ételeket kapnak, korszerűen táplálkoznak, ám otthon krémes, nápoi, stb. Ilyeneket fogyaszt a gyerkőc, akkor gyakorlatilag nem sokat ér az iskolai korszerű táplálkozás. Hát igen. Szerveznek például fórumokat szülőknek, vagy felvilágosító előadásokat? Hát én úgy gondolom, hogy itt nem is annyira a ismeretek hiánya van, hogy mi az, ami egészséges lenne, hanem nekem egy olyan érzésem van, hogy bizony a jó főzést is érdemes lenne megtanulni. Például az OET Budapesten szervezett olyat, hogy a főzés hatalma. És hat almával, ez egy ilyen szójátéknak is alkalmas, tanítják arra, hogy hogyan lehet kevesebb zsiradék felhasználásával főzni, hogyan lehet édes, finom ételeket készíteni egyszerű módon. Na most ezt nem mesterszakácsok tudnák megmutatni, meg nem is, tehát, hanem egy ilyen jó, mert ők azért túlságosan ilyen extravagáns dolgokat csinálnak, hanem általában, már úgy értem, nem azok a sztárséfek, hogy mesterszakács képesítése lehet, sőt, nagyon sok szakácsnak is van, viszont olyanok, akik tudják, hogy a gyerekek mit szeretnek. Tehát lehet finom ételeket készíteni egészségesen, de ezt meg kell tanulni. Én nagyon örülnék annak, hogyha ilyen klubok itt is alakulnának, ahol főzni tanulnak az emberek, meg nagyon örülnék, hogyha esetleg Karcag TV-ben is lenne főzőműsor. Ez az én egyik ilyen ideám, hogy jó lenne felhasználni azokat a lehetőségeket, akár iskolai konyhákba újra bevinni a főzés tanítását, és erre is vannak kezdeményezések, meg jó példák, hogy hogyan lehet egy egyszerű, de finom vacsorát, vagy esetleg ebédet elkészíteni, mert vannak, akik tudják, és tőlük lehet tanulni, és eszközkincsét tenni. Az előbb tetszett mondani egy érdekes dolgot, hogy például megmutatják, hogy hogyan lehet nagyon finom édes ételeket főzni. Ugye a cukorfogyasztás káros. Mivel helyettesíthetjük a cukrot, hiszen az édesítőkre meg azt mondják, hogy az is káros. Hát az édesítők közül Magyarországon kereskedelmi forgalomban csak engedélyezettek kaphatók.
Azért nem szeretünk túl sok édesítőt használni, mert a túlzott mennyiségben megterhelik a bereket, hasmenést okozhatnak egyesek, meg magába az édes ízt az alapanyagokkal is el lehet érni. Tehát ez egy külön tudomány, én nem akarom elvenni a szakácsoknak a kenyerét, de tudjuk azt, hogy nem szabad túl cukrozott és túl édes ételeket főzni, és hát megvan ennek a módja, hogy hogyan kell lazítani azt az ételt, meg milyen hagyományos ételeket kell újra feléleszteni, és nem csak az ünnepi ételekre kell emlékezni, hanem arra is, hogy valamikor a dédanyánk, meg a nagyanyánk milyen nagyon tápláló, finom, egyszerű ételeket főzött a gyerekeinek, amivel csak fölnőtt például a mi nemzedékünk is. Végezetül gyermekektől milyenek a visszajelzések, vagy iskolákból, intézményekből, ahol már így ilyetén módon főznek, szeretik, megeszik, elfogadják, hogyan lehetne esetleg bekategorizálni? Hát ez egy szóval nem lehet, mert változó. Sokan vannak, akik szeretik, arról is beszélni kell, hogy nagyon sok gyereknek szinte az iskola az egyedüli lehetőség, vagy az óvoda, ahol főtt ételt kap. Ők meg pláne nagyon szeretik, még keveselik is azt az adagot, amit kapnak. Mások viszont nem eszik meg. Tehát ezt úgy nehéz lenne megmondani. Én úgy gondolnám, hogy olyan sose lesz, hogy a kirakott ételt mindenki megegye, és mindenki szeresse. De el lehet mondani, hogy elfogadják a ételeket, és én azt tapasztalom, meg a munkatársaim is, hogy van értelme ennek az új jogszabálynak. Csak ahhoz, hogy a kívánt célt elérjük, hogy kevesebb legyen a túlsúlyos gyerek, több legyen az egészséges gyerek, abba össze kell fognunk, és gondolkodni kell a további lépéseken, lehetőségeken. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, megosztotta velünk ezeket a fontos információkat, és majd visszavárjuk egy következő interjúra, és beszélgetünk ezekről a további lépésekről. Köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm. Kedves nézőink, most pedig az elmúlt napok fontosabb városi eseményeit összefoglaló karcagi híreink következnek, kérem tartsanak velünk. Hagyományokhoz hűen a Szolnoki Légierő Zenekar kvintetje fújta a 24. megyebál kezdetét jelző fanfárt. A jászok és a kunok, valamint a szolnokiak mindannyian együtt mulattak szombat este. Jászlajkun-Szolnok megye viharos története mindig azt mutatta, hogy a jászok és a kunok egy kicsit mindig egymás ellen harcoltak, egy dologba egyet értettek, Szolnok nem nőhet fel hozzájuk. De ez a világ változott. Szolnok felnőtt, fejlődő erős város, a megye központja, és a jászok, kudok és a szolnokiak itt ebben a megyében együtt tudnak dolgozni, segítik egymást. Én azt gondolom, hogy ezt a munkát, ezt a folyamatot ezután is tudjuk folytatni, mert így kell lenni, segítsünk egymásnak, és akkor sokkal erősebbek, sokkal hatékonyabbak leszünk. A térség egyik legfontosabb rendezvényén a társadalmi, gazdasági, közéleti és civil élet szereplői is találkoztak. Rekord létszámmal zajlott a szombat esti esemény, csaknem 170 résztvevővel. A bált a kisújszállási Nagykun Néptánc Együttes és a Garaboly Zenekar nyitotta meg fergeteges műsorával. Idén először vett részt a bálon Borbás Ferenc Jászkun főkapitány és Tóth Lajos Nagykun kapitány. A Jászkun főkapitánya bálon adta át a megyei közgyűlés elnökének a Jászkun Redemció Nemzeti Emléknappá nyilvánításáról szóló országgyűlési határozatot. A közéleti esemény bevételét a kistelepülési egészségügyi szűrőprogram folytatására ajánlják fel. Itt
vagyunk a Kerekcipó-pékségben, hiszen farsang időszakát éljük, és farsangi fánkot készítenek most a mi kedvünkért. Baranyi Gabriellával beszélgetünk. Mit is kell tudni erről a farsangi fánkról? Hát elsősorban nem a fánkról, ugye a farsangról, vízkeresztkor kezdődik ez a farsangi időszak, és akkor ilyenkor ilyen nagy lakomákat, bőjtöket tartottak régen. Igazából egyházi ünnepe ugye nincsen magának a farsangnak, csak szépen átvettük ezt a szokást is, és ilyenkor ugye a húsvéti bőjt előtti időszakban, jó, nagyokat lakomáznak az emberek, és akkor ennek az időszaknak egy jellegzetes étele a farsangi fánk, vagy calagos fánk, de hát többféle fánkot is ismerünk természetesen, nem csak a farsangi fánkot. Mi most itt háromfélét fogunk elkészíteni, hiszen karcagod azért a csörögét, vagy csörögét, ki hogy mondja, a csörög a fánkot is nagyon sokan készítik. Az egy ide, erre a környékre való, akkor készül szalagos, és milyen lesz a harmadik? A harmadik az, amit mi itt a pékségbe készítünk, a pékségekben szokták megtalálni az emberek általában, belül van töltelék a fánkban. Gondolom ez azért is alakult ki, hiszen a szállítás és az eladás szempontjából így kényelmesebb, hogyha belülre töltjük, és nem mint kívülre, azért lekvárban ne nyúlkáljon bele a boltos. A szalagos fánkot azt azért sokan készítik otthon is, hát esetleg egy háziasszony is jobban hozzáfog, de azért ehhez a töltőhöz gondolom, hogy egy picit azért jobban elő kell készülni. A csöröge fánk volt könnyebb, hiszen most ön készítette el mindegyiket, vagy a szalagos fánkot szereti jobban? Hát talán a csörege, vagy nagymamám mindig csöregének hívta, ugye, valaki csörögének hívja. Talán az a könnyebb elkészíteni. Ugye erre a farsangi fánkra azt is mondják, hogy szalagos fánk, hogy az akkor látszik, hogyha a barna szélén ott van az a fehér csík, akkor az a tökéletességét mutatja. Nekem ez volt az első farsangi fánkom. Annyira nem lett tökéletes, de remélem ehető lesz, majd megkóstoljuk. És hát azt gondolom, hogy azért más időszakokban is szoktak a farsangon kívül is fánkot sütni. Mi az, ami nagyon nehéz benne? Tehát aki mondjuk most kedvet kap ahhoz, hogy otthon is készítsen, hiszen a receptet majd megbeszéljük, mire kell figyelni? Tehát mi az a legfontosabb dolog, amiben nagyon otthon kellene ahhoz, hogy jól sikerüljön? Hogy otthon kell lenni, talán minden egyes része, tehát jó minőségű alapanyagokat kell használni, szobahőmérsékletű alapanyagokat, és jó sokáig kell dagasztani például a szalagos fánkot, tehát a szomszédnénit is gyorsan meginterjú voltam én is, mielőtt itt elkészült, vagy elkészítettük. Azt mondta, hogy addig kell verni, amíg ilyen lyukacsos, habos nem lesz a tésztája. Hát azért ezt kézzel készítik, tehát nekünk itt van gépesítésünk a pékségben. Mondjuk kis adagot készítettünk, tehát ezt nem nagyon lehet géppel bedagasztani, de ezt kézzel, fakanállal elkészíteni, ez elég jó kis izomzatot igényel, sok idejű, tehát mire jó állagú tésztát kapunk. Talán a csőreg ebből is ugye egyszerű, mert hogy azt nem, tehát azt kézzel könnyen be lehet gyúrni, és ez nem ennyire kényes, mint a fa. És hát azt gondolom, hogy fontos még a hőmérséklete is az olajnak, vagy zsírban, hiszen ki miben süti, annak a hőmérséklete is fontos. Igen, annak a hőmérséklete is, tehát bőolajban kell sütni, forró ilyen 180 fokon sütöttük mi most. Mi nem olajban sütjük, hanem ez egy pálmazsír. És ugye a receptet meg fogjuk beszélni, tehát hogy a farsangi fánkba kell egy evőkanáli rum is. Az nem azért van, hogy apának is jobban ízle, meg kedvet kapjon hozzá, hanem így azt mondják, hogy kevesebb olajat vesz fel, illetve hogyha ilyen növény zsírban, tehát mi pálma zsírba sütöttük, akkor pedig kevésbé szívja meg magát, mivel hogyha nem elég meleg az olajunk, de ugye az olajat azt minden ház is asszony ismeri, azért, hogyha túl forró, akkor az maga az olaj is megégeti a benne sülő, akár húst, akár süteményt, fánkot. Tehát megfelelő hőmérsékletűnek kell lenni, de hogyha alacsonyabb is, akkor megszívja magát a fánk, akkor megint a tésztája is egy nehezebb, zsírosabb, kevésbé élvezhető ízű tésztát fogunk úgy kapni. Na akkor most mondhatjuk azt, hogy a kalóriák egy kicsit kiegyenlítődnek, hiszen azért ez egy kicsit sok kalóriás ez a fánk, de pálmazsírban sütöttük, tehát akkor azért nagyjából egyenlő nálunk. Fogjuk rá, igen. Én szerintem attól, hogy kicsit megtöltjük lekvárral és megcukrozzuk, megint a kalóriának fogunk adni, de majd utána bőjtölünk, tehát rendesen tartjuk most az idén a szokást, vagy ahogy kell, és akkor majd
akkor kiegyenlítődik a 40 napon keresztül szerintem. Reméljük, hogy akkor mindenki megfogadja a tanácsunkat, és akkor egészségesen elfogyasztja ezt a fánkot, amit majd a doszrecept alapján el tudsz készíteni. Egy adag csörege fánk hozzávalói. Hát nekünk ugyan felírva, ez egy házi recept, tehát ez nem a pékségben, hogy 1/4 liter tejföl, 4 tojás fehérje felverve, egy csipet só, egy kanál cukor, 3 deka élesztővel, és ez egy pohár tejben felfuttatva, tehát ebbe kell a cukor, és aztán annyi liszt, amennyit felvesz, tehát ezt így gyúráskor látjuk, hogy mennyi lesz, tehát pontosabb értéket erre nem tudok mondani. De hát azért nem kilókat kell számolni. Nem. Tehát most nem tudom, tehát így... Hát maximum 1 kilót azért oda kell készíteni, és akkor abból lehet szépen adagolni. Szerintem ehhez az egy adaghoz 1 kilónyi úgy elég, de szépen látják majd a háziasszonyok. Jó, akkor a másik, nézzük a fánk receptjét. 1/2 kiló liszthez van nekünk a hagyományos vagy a farsangi fánkhoz, de ennek a fele ez a B55-ös liszt, a másik fele pedig rétes lisztből készül. Ebbe van a 3 tojás sárgája, szintén 3 deka élesztőt egy evőkanál cukorral felfutattunk tejben, langyos tejben. Ugye az egy evőkanál rum, amit már említettem, azért állítólag, hogy kevesebb olajat szívjon magában, reméljük, hogy ez így is van. Egy egész citromleve, egy csomag vaníliás cukor, 5 deka olvasztott margarin, és annyi langyos tejet kell önteni hozzá, hogy egy lágy, laza tésztát kapjunk. Tehát ez egy sokkal lazább tészta lesz, mint a csőrege, ha esetleg valaki mind a kettőt szeretné kipróbálni. És hát, ha majd a rumot beletesszük a farsangi fánkba, akkor tegyünk egy kis pálinkát a pálinkás csőregével, hiszen Karcagon azért sokan szokták készíteni pálinkával is a csőregét, úgyhogy reméljük, hogy a férfiaknak is adtunk most egy kis kedvet ahhoz, hogy rávegyék a feleségüket, hogy esetleg hétvégén már farsangi fánkot vagy csőregét süssenek. Kis apró trükk még, amit tudnia kell annak, aki most készít először fánkot. A nyújtás, a csőregét azt olyan 1 cm vastagra nyújtjuk, derevágóval, vagy ha az nincsen, akkor késsel felvágjuk négyzet, rombusz, téglalap alakúra. Szerintem a filmen is látható, hogy kivágjuk a közepét és átfordítjuk, és attól lesz ez a jellegzetes alakja. A farsangi fánk azt olyan 2 centisre kell nyújtani, vagy vastagságúra. Én nem is nagyon nyújtottam, nem tudom mennyire látszik, mert a tészta olyan szépen terült el, és vizes pohárral, vagy akinek van nagy fánk, szaggatója, azzal kell kiszaggatni, és sütéskor pedig a közepét egy kicsit megnyújtani, és úgy belerakni a forró olajba. Ennél viszont fontos, hogy le kell fedni első körben, mert akkor úgy szépen meg kell sülés közben a felső oldala, és utána átfordítani, és úgy sütni a másik oldalát. És utána pedig jöhet a bármilyen lekvár, legfőbb a házi, az a legfontosabb, hogy azt is igyekezzünk akkor házi lekvárral, és utána porcukorral ízni szerint még meg lehet szórni. Igen. Szerintem elsősorban én úgy tudom, hogy barack lekvárral szoktál tölteni, de természetesen, hogy valakinek más ízvilág tetszik jobban, akkor másféle lekvárral is lehet tölteni. Akkor még gyorsan egy mondatot a töltött fánkról, ott milyen töltelékek vannak? Hát nekünk eredetileg szintén sárga barack lekvár, ilyen csoki puding töltelék, illetve vanília puding töltelékkel készítettük. Vaníliásat annyira nem keresték a vevők, lehet, hogy nem annyira a csokisat szeretik, és a lekvárosat is ezt készítjük mostanában. Köszöntöm Önöket, itt vagyunk a leendő rendőrség épületnek a helyszínén. Molnár Pállal, a Városgyarmatoság vezetőjével beszélgetünk. Gyönyörű napsütéses idő van, azt gondolom, hogy ideális ahhoz, hogy tudjanak dolgozni. Legutóbb, amikor itt jártunk, még csak egy épületnek a tetőszerkezetét kezdték bontani, most azóta már igen jelentősen haladtak. Hol tartanak Ön szerint a munkákkal? Jól haladnak? Igen, nagyon jól haladunk, ugyanis a tél folyamán azokat az időszakokat is ki tudtuk használni, amikor nem volt annyira hideg időszak, nem volt csapadékos időszak, és jól haladunk a bontással. Ez az ilyen napos idő pedig még jobban segít bennünket abban, hogy a munkák még gyorsabban és még precízebben legyenek elvégezve. Nem állít le bennünket ugye az eső, bár holnapi napra, holnap utára már esős időt mond, de kihasználjuk természetesen azt az időszakot is,
is más olyan benti munkákkal, amelyeket tudunk adni a kollégáinknak. Az elmúlt időszakhoz képest annyi változás volt, hogy a Városgondnokság indított egy pályázatot, ahol oktatás is folyik, és az oktatásnak a gyakorlati képzését, értem ez alatt a építészetben, későbbiekben jártassá váló embereket, itt töltik a gyakorlati idejüket, megnézik, hogy kell téglát bontani, falazatot bontani, tetőszerkezetet bontani, ideális hely a gyakorlati képzésre, és közben hasznot is hajtanak a városnak. Itt a múltkor is beszéltünk arról, hogy a használható faanyagokat és egyéb anyagokat összerakják és elviszik. Itt most mögöttünk látszik, hogy igazán jó régi ez az épület, de viszonylag jó állapotban vannak az anyagok. Ebből is tudnak, gondolom, használni még. Természetesen mindent felhasználunk, egyelőre értékesíteni nem akarunk belőle. Vannak a városnak olyan régi épületei, amelyekhez ezek a faanyagok vagy más építőanyagok is felhasználhatóak. Természetesen gondolkozunk abban, hogy a Városgondnokság udvarán is néhány olyan kisebb épületet, színjellegű épületet felépítünk, ahol a gépeket tudjuk tárolni és meg tudjuk óvni az időjárás viszontagságaitól. Legutóbb arról beszéltünk, hogy május vége, ha jól emlékszem, a határidő. Ha az időjárás kegyes lesz, akkor gondolom, hogy ezt tudják tartani. Így van, tudjuk tartani az időjárást. Mondjuk lényeges dolog az is, hogy felszabaduljanak az épületek, ugyanis az egyik épület úgymond még lakott, tehát egyesületek, alapítványok működnek benne, de a város részéről ígéretünk van, hogy rövid határidőn belül ki fognak költözni. Szerintem egy hónap múlva azért már sokkal látványosabb lesz a bontás, a nagy épületeket is elkezdik bontani. De az igazság, hogy egy hónap múlva már csak a nagy épületeknek egy része lesz itt. Én úgy érzem, hogy a területnek, hogyha szétnézünk, a területnek a nagy százalékára azért már lekerültek azok a kisebb épületek, amelyek jóval beépítettebb képet mutattak az elmúlt időszakban. Tehát visszatérve arra a kérdésre, hogy tudjuk-e a határidőt tartani, természetesen tudjuk, ha csak nem lesz olyan rendkívüli körülmény, ami miatt viszmajort kell jelentenünk. A két nagyobb épületet, azt, ahogy említettem, akkor tudjuk elkezdeni, hogyha üressé válik. Itt múltkor is beszéltük, de nem is lehet megsatszolni, hogy körülbelül mennyi anyagot fognak megmozgatni, tehát köbméterben vagy fuvarban ezt meg sem lehet satszolni most még, hogy körülbelül mennyi anyagot fognak itt most elvinni innen. Hát ha a építési törmelékre irányult a kérdés, akkor az nyilván több száz, de az is lehet, hogy több ezer köbméterben, inkább azt mondom, néhány száz köbméterben mérhető. Ehhez azonban megvan a kapacitás, tehát vannak rakodógépeink, amit kézzel lehet felrakni, azt kézzel fogjuk felrakni, és vannak szállítógépeink is, amelyekkel meg tudjuk a szállítást oldani. Akkor reméljük, hogy a következő hetekben az időjárás is engedi, hogy dolgozzanak, és akkor visszajövünk egy hónap múlva, megnézzük, hogy hol tartanak a munkákkal, addig is jó munkát kívánunk. Köszönöm szépen! Dr. Zsembe József igazgatóval beszélgetünk, hiszen január az egy évzárást is és egy évindítást is jelent az önök életében is. Hogyan értékeli az intézet szempontjából a 2015-ös évet? Én úgy gondolom, hogy nagyon jó évet zártunk. Nyilvánvalóan több szempontból kell megközelíteni egy évet, valóban évzárás is és évnyitás is. A gazdasági év az, mondjuk a Debreceni Egyetemen, az nem január 1-jéhez kötődik teljesen, hiszen az elszámolások, a jelentések, ezek inkább a télvégi időszakra esnek. Tehát a mezőgazdaság jellegéből adódóan nem minden zárható el december 31-jel, másra nem a őszi búzavetésére gondolok, nyilvánvalóan az előző évnek a hozadék az csak a következő évben jelenik meg. Én úgy gondolom, hogy december 19-i évzáró értekezletünkön is, ahogy elhangzott, hogy mind gazdasági teljesítményben az előző éveket felülmúlóan teljesítettünk, tehát olyan árbevételt produkáltunk, ami eddig nem volt jellemző, illetve mind kutatási eredményeinkben, kapcsolatrendszereinkben történt fejlődés, több új, kisebb kutatási projektet indítottunk, együttműködést vállalatokkal például, illetve bekapcsolódtunk nagyobb ívű, akár nemzetközi projektekről is beszélek, nagyobb ívű kutatási projektekbe is. Úgyhogy mi elégedetten zártuk az előző évet, ha
maradjunk a december 31-i zárásnál. Beszéljünk egy picit a nemesítésről, hiszen többször voltunk mi is tavaly itt bemutatókon, amikor mindenki elismeréssel szólt a fajta nemesítési munkáról. Új fajtájuk volt-e mondjuk tavaly, amit tavaly minősítettek, vagy csak a korábbiakat erősítették meg? Hát a nemesítés az egy hosszú folyamat, természetesen is egy időigényes folyamat, ráadásul igen energia és kézi munkaerőigényes folyamat is. Tavaly évben nem volt új fajtánk, amivel a fajta bejelentéseink voltak, de amivel előrukkoltunk. A nemesítőknek a kis csapatai, mondhatom nagyon, sajnos mondhatom nagy biztonsággal, hogy kicsi ez a csapat, hiszen kevesen vannak, és most is van egyébként felvétel, próbálnánk ifjú tehetségeket erre a pályára állítani, ami nem könnyű, de elég nagy erőfeszítésekkel azért sikerült eredményeket elérni, a fajta jelöltjeinket tovább finomítottuk, és én úgy gondolom, hogy azért fogunk előállni hamarosan új fajtákkal. Hát ugye nyilván a nemesítői tevékenységhez kapcsolódnak a saját fajtáink, azoknak az értékesítése. Én úgy látom, hogy köszönhetően például ezeknek a rendezvényeknek is, amit említettünk, hogy fajta bemutatókat rendezünk minden évben kettőt biztosan. Ezeknek is köszönhetően egyre ismertebbé válnak a karcagi fajták. Mi tájfajtáknak hívjuk ezeket, és egyre több gazdálkodó érez rá arra, mint karcagon, mind a környéken, hogy igenis ezek a fajták ilyen ökológiai viszonyok közé lettek nemesítve, kifejlesztve, jobban bírják ezeket a szélsőséges talaj, illetve klímaadottságokat, és nagy biztonsággal jó minőségben, jó minőséget adva termesztetők, úgyhogy fokozott a vetőmag értékesítési tevékenységünk is. Azt gondolom, hogy akkor ez önöknek jó hír, viszont szoktunk beszélni több alkalommal arról is, hogy mennyire átalakult az elmúlt évtizedekben a talajművelés, tehát mennyire kell óvni, védni a talajt, ezt önök is már több alkalommal bemutatták. Gondolom, hogy ez is ugyanúgy folytatódik, mint korábban. Természetesen, hát nagy hangsúlyt helyezett a Karcagi Kutatóintézet mindig is a fennállása során a talajművelési kísérletekre, a talajművelési rendszereknek a fejlesztésére. Ez most már lassan 70 éves múltra tekint vissza, hiszen jövőre 2017-ben 70 éves lesz egyébként a Kutatóintézet, és egy nagyszabású nemzetközi konferenciával szeretnénk egyébként megünnepelni ezt a jeles évfordulót, aminek elsősorban a témája a szikes, illetve a kötött talajoknak a problematikája lesz. Már elkezdtük a szervező munkát ebben a tekintetben, hiszen ez egy olyan ívű rendezvény lesz, ami bizony akár egy éves, másfél éves előkészítést is igényel. De visszatérve a talajművelési rendszereinknek a fejlesztésére, kiemelt terület a továbbiakban is. Ennek az eredménye is ugye csak lassan jelentkeznek, hiszen a talajban pozitív változást elérni azért az elég sok időbe telik, tehát én azt szoktam mondani, minimum 10 év, amíg látszanak az eredmények. Vannak új kísérleti anyagaink, új technológiáink, amiket alkalmazunk, és ezeknek már vannak részeredménye, amiket ugye fel tudunk mutatni, de továbbra is megcélozzuk azt, hogy a talajt óvó, a talajt kímélő, a talaj termékenységét megőrző módon műveljük azt, sőt, minél több szerves anyagot visszapótolva termékenységét növeljük. Ami még másik vonulat most, amiben próbálunk előre lépni, az a precíziós mezőgazdaság. Annak is ugye a talajműhez kapcsolódó része, illetve a növénytermesztésnek, növényvédelembe, takarításhoz kapcsolódó része, hiszen a Karcagra és környékére jellemző az, hogy elég mozaikos a talajoknak a talajborítottság, tehát ugye egy táblán belül is találhatunk foltokat, meg nem feltétlenül ugyanúgy kell művelni. És hogyha ezeket visszatérően mindig megtalálva annak a talajállapotnak megfelelően tudjuk mondjuk művelni, vagy a tápanyagot visszapótolni, akkor ez megmutatkozik majd a termés eredményekben is. Ez viszont tényleg elég korszerű és nagyon precíz, akár GPS technológia szükségeltetik, hiszen nem mert ki az ember mindig mérőszalaggal és karókkal a területre, hogy ezeket a foltokat mondjuk megtalálja. Tehát ebben is próbálunk előrelépni, illetve hát van egy együttműködésünk az egyik nagy vállalattal, a mezőgazdasági vállalattal, ahol már ugye mutatkoznak olyan
eredmények, amelyek a tájfajták, illetve az alternatív talajművelési eljárások kombinációjából született pozitív eredményeket alátámasztják. Azt gondolom, hogy a gazdák azért kíváncsian várják ezeket az eredményeket. Reméljük, hogy erre is lesz lehetőség. A tavalyi év szélsőséges időjárásáról külön beszélgetünk majd a kolléganőjével, de beszéljünk egy picit a 2016-os évről, hiszen beszéltük, hogy ez a tervezés időszaka is. Hogyan indítják az idei évet? Igen, hát a 2016-os, nyilván a tavalyi vetések már megtörténtek, tehát az őszi vetések megtörténtek. Sajnos azt kell mondjanom, hogy például a vetés szerkezet kialakításánál a piaci igények ugye felmerülnek, és nem feltétlenül tudjuk szem előtt tartani, hiszen mi is részben, vagy nagyobb részben a piacról élünk azt, hogy esetleg az alternatív növényeinket nagyobb területen termesszük, vagy a vetőmagját állítsuk elő. Ipari növényekből van például napraforgóban bevételünk, de az egyéb gazdálkodókhoz képest azért nálunk van egy olyan vonulat, hogy tényleg megpróbáljuk az alternatív növényeinket népszerűsíteni, ezt termeszteni, bizonyítani azokat a pluszokat, azt a pozitívumot, amelyek ezek adnak akár táplálkozás egészségügyi szempontból, akár termőképességből, akár a szélsőséges időjárási helyzetek tolerálása szempontjából. Tehát még ez formálódóban van, de mondom, nekünk nagyon sok szempontot kell figyelembe venni. Elég sok területet elvesz például ugye a tenyészkert, ami ugye kis mikroparcálákat kell elképzelni, nagyon sokféle fajtát kipróbálunk, nagyon sok fajta jelölt vonal keresztezés történik. Ez is egy terület igényes, és ugye nekünk mindig egy másik helyen kell lenni. Van olyan vonal előállításunk például tökből, ahol izolációs távolságot, vagy cirokféléknél izolációs távolságot kell betartani, tehát nagyon sok szempont van, amit figyelembe kell venni, ez akár termelési, akár pedig kutatási célú növénytermesztés szempontjából igaz. Beszéljünk egy picit az állattenyésztési ágazatokról, hiszen ott is jelentős eredményeket élnek el minden évben. Igen, most a két állatfajjal is foglalkozunk már, eddig ugye csak jó volt, ami a magyar merino tenyészetünk volt, amit sikerült fejleszteni egyébként, tehát van egy új állomásunk, ahol embrió beültetéssel foglalkozunk. Ez egy francia kapcsolatnak köszönhetően került fejlesztésre, remélhetőleg ez egy hosszú távú együttműködés, ez egy nagyon korszerű laboratórium, ahol ezt az embrió transzplantációt el tudják végezni. Ebben még ugye mi is tapogatózunk, de már nagyon biztatóak azok az eredmények, amik elértünk. Illetve megjelent egy új állatfaj, illetve fajta a Karcagi Kutatóintézetben, ez a fotrostollú magyar lúd. Egy nukleus törzstenyésztetet viszünk, ez kisúszáláson került elhelyezésre, és ez egy 700 darabos törzsállományt jelent, tehát ennek a fordostoló magyar lúdnak ezt a vonalát visszük és tenyésztjük. Szerencsére az állam felismerte azt, hogy ez milyen érték, és erre, ha minden jól megy, akkor támogatást fogunk kapni, tehát beadtuk a pályázatot ebben a tekintetben, és akkor úgy gondolom, hogy ez egy olyan tevékenység, ami a jövőbe is mutató, és a múltunkat is őrzi. És hát nyilván lesz tojástermelés, lesz hústermelés is ebből, ami azért kevésbé jelentős természetesen, de mégis egy üde színfolt és egy új színfolt a kutatóintézet életében. Azt gondolom, hogy külön meg fogjuk nézni ezt a tenyészetet, hiszen ez kuriózum lehet sok mindenki számára. Akkor én azt gondolom, hogy sok-sok feladat vár erre az évben önökre. Én ehhez kitartást kívánok, és akkor sok eredményes pályázatot, hiszen pénz nélkül ezeket az elképzeléseket nehéz lenne megvalósítani. Hát köszönjük szépen, természetesen ezen dolgozunk. Mint említettem, egyre több kutatási együttműködésünk van. Természetesen adunk be pályázatokat, nemzetközi pályázatokat, és már elnyertünk tavaly évben egy magyar-szlovák együttműködési pályázatot, illetve nemrég kaptam az értesítést, hogy egy magyar-osztrák pályázatom is nyert. Ebben nem csak az osztrákok, kívül egyébként se kutatók is részt fognak venni, és Karcagnak fognak látogatni. És
olyan talán egzotikusnak tűnő részterülettel foglalkozunk, hogy a harmat mennyiségét szeretném meghatározni. Nem hiszem, hogy bárki akár a tévénézők közül is így kapásból meg tudná mondani, hogy mondjuk egy évben mennyi harmat keletkezik, és ennek milyen szerepe van ennek a harmat mennyiségnek, mondjuk a talaj vagy a növényeknek a vízellátásában. De ez is egy speciális szakterület, amiben mondjuk az osztrákok már előreléptek, de úgy gondolom, hogy ebben az együttműködésben mi is felvesszük majd velük a lépést. Akkor ez tényleg egy izgalmas kihívás lesz az ön számára, és hiszen az analízi mérterről többször beszéltünk már meg az ehhez kapcsolódó dolgokról. Akkor én jó munkát kívánok önnek és a intézet dolgozóinak. Köszönjük szépen. Dr. Kovács Györgyivel, tudományos segédmunkatársával beszélgettünk arról, hogy milyen is volt a 2015-ös év karcag időjárása, hiszen a meteorológiai állomásnak ön az egyik legnagyobb ismerője, az adatokat ön birtokolja. Általánosságban mit tudunk elmondani, milyen volt a gazdasági szempontból a 2015-ös? Köszönöm szépen. A Karcagi Kutatóintézetben igazából az alapítás óta folynak meteorológiai vizsgálatok, 1947 óta, de 2004 óta része a Kutatóintézet meteorológiai állomása az Országos Meteorológiai Szolgálat mérőhálózatának, így azóta még több és pontosabb mérésre van lehetőségünk. A mérőautomata a hőmérséklet, csapadék, szél, légnyomás, páratartalom értékek rögzítése mellett még a globális sugárzás adatokat is méri. Összességében azt lehet elmondani, hogy a szélsőségek gyakorisága növekszik, így térségünkben is. Az elmúlt telek igazából majdnem elmaradtak, a nyarak hosszabbak, és az átmeneti évszakok is eltolódtak, vagy elmaradtak. És világviszonylatban azt mondják a tudósok, hogy a tavalyi év a legmelegebbek közé számoltatik. Igazából így volt ez Karcagon is. Ha megnézzük a tavalyi év hőmérsékleti adatait, akkor azt láthatjuk, hogy az éves középhőmérséklet az 2 Celsius fokkal meghaladta az 50 éves átlag hőmérsékletet, és ez a 2 Celsius fok ez elég jelentős. A leginkább melegebb hónapok az átlaghoz viszonyítva azok a január, a július és az augusztus hónapok voltak, amikor is a középhőmérséklet 4 Celsius fokkal volt meg magasabb az ilyenkor megszokottnál. Ezt érzékeltük is. Valamint arra mindenki emlékszik, hogy a nyár folyamán 5 hőségriadót rendelt el az országos tiszti főorvos, és a leghosszabb hőségriadó az több mint 10 napig tartott, erre állítólag még nem volt példa a térségünkben. Hát ezt mi is a bőrönkön tapasztaltuk, és azt el tudom én is mondani, hogy a hőségnapok száma és a forró napok száma is emelkedett. Csapadék szempontjából pedig viszonylag száraz évet zártunk. Itt a Kutatóintézet területén felállított mérőállomás, ez 414 mm csapadékot regisztrált az elmúlt év folyamán. Itt meg kell azt jegyezni, hogy itt térbeli és időbeli eltolódások lehetnek, mármint lokalitás szempontjából értem ezt, hogy például nyáron nagy záporok voltak a városban, vagy akár a tilalmasi régióban, amelyek itt a Kutatóintézet területét elkerülték, de éves viszonylatban azt mondhatjuk, hogy ezek nem jelentettek olyan nagy különbséget, és ez a 414 mm csapadékmennyiség, ez körülbelül 100 mm-rel alatta marad az itt megszokott 500 mm-nek, ami amúgy is egy csekély mennyiség lenne, de tavalyi évben még kevesebb esett. És ha ennek az időbeli eloszlását nézzük meg, akkor azt láthatjuk, hogy januárban volt egy esős periódus, mikor egy enyhe esős időszak következett, és az a belvizes területek nagyságát növelte akkor tavaly ilyenkor, valamint májusban esett csapadék, de az jókor jött a mezőgazdaság számára, ez aranyat ért. A következő esős periódus az pedig augusztusban ért el bennünket, amikor is arra is mindenki emlékszik, hogy a szabadtéri programokat augusztus 20-án ez az eső elmosta. És még egy esős időszak volt tavaly október hónapban, amikor pedig a vetési és az aratási munkákat tolta el, tehát igazából nem jókor esett, és közte pedig elég száraz időszakok voltak. Tehát ezt tudjuk elmondani, hogy a kevés esőnek az időbeli eloszlása sem volt megfelelő.
Most, hogyha így kinézünk a hatterben, most is látjuk, hogy hasonló a helyzet, hiszen most is nagyon sok a belvíz, de gondolom, hogy azért a gazdák is szoktak önöktől információkat kérni, hogy esetleg vetés előtt mennyire tudnak pontosan mondani időjárás adatokat, vagy mennyire lehet pontosan előadni ezeket az adatokat, hiszen már annyi ilyen előrejelző van, hogy ha megnézi az ember, tényleg szélsőségesek azok is, amit előre jósol egyik a másiktól, teljesen más. Tehát mennyire biztos ez? Az előrejelzések azok csak a rövid távú előrejelzések, amik igazából pontosabbnak nevezhetőek. Hosszú távon nem tudunk előrejelzéseket adni. Sőt, azt kell, hogy elmondjam, hogy mi itt a kutatóintézet nem is bocsátkozhatunk előjelzésbe. Ez az Országos Meteorológiai Szolgálatnak a feladatköre. Mi csak a meglévő adatainkat elemezhetjük, és ha jönnek hozzánk, mert jönnek hozzánk gazdálkodók, diákok, cégek, akkor ezeket a nálunk meglévő adatokat, amelyek 10 perces gyakoriságúak, pontosságúak, ezeket tudjuk kiadni, és az elmúlt éveket vizsgálva esetleg tendenciákat tudunk felállítani, hogy milyen időjárásunk volt, és akkor esetleg mi várható, de mondom, mi előrejelzéseket nem bocsátunk ki. Azt gondolom, hogy azért elég régóta csinálja már, tehát most lehet, hogy nem tudja így fejben megmondani, de mondjuk az elmúlt 10 évben a tavalyihoz képest volt hasonló szélsőséges időjárás, tehát vagy csapadék miatt, vagy csapadék hiánya miatt. Volt csapadék szegény év is volt, tehát csapadékban szegényebb, ilyen volt a 2007-es és a 2011-es év. Időjárási szempontból pedig még szélsőségesebbnek mondanám a 2012-es esztendőt, hőmérsékleti szempontból, hiszen akkor volt az, hogy februárban szinte két hétig mínusz 20 fok volt a hőmérséklet, tehát olyan fagyról sem beszéltünk se addig, se azóta, és az volt az az év, amikor nyáron viszont nagyon sok volt a forró, meleg nap, és a nyári hőmérsékletek is magasak voltak, tehát ez hőmérsékleti szempontból mindenképpen kirívó volt, és szélsőséges a 12-es év. Hát akkor csak reménykedhetünk abban, hiszen az előbb elmondta, hogy nem bocsátkozunk jóslásokba, akkor csak reménykedhetünk abban, hogy 2016 nem erre fog hasonlítani. Igen, reménykedünk, és mi is kíváncsian várjuk, és pont az elmúlt időszakban nézegettem a népi bölcsességeket, és találtam egy olyat is, hogy piros kanapján, ha fagy, akkor 40 napig el nem hagy. És tegnap volt piros kanap, és tegnap fagyott, és így most kíváncsi vagyok arra is, hogy hogyan alakul az idei tél, mert mint említettem is, az elmúlt két tél az szinte elmaradt, tavaly egy-két nap téli nap volt összesen. Most januárban már egy kicsit jobban állunk, hiszen tudjuk, hogy a téli hideg napokra szükség van a kórokozók, kártevők kifagyásához, tehát hogy ne tudjanak áttalálni. És kíváncsian várjuk, hogy ezek a népi bölcsességek most hogy teljesülnek, és tényleg most lesz-e tél. Hát ezt nem tudjuk, de majd áprilisban meg tudjuk mondani, hogy milyen volt az idei év téli időjárása. Köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen! Innen az oszodából, hiszen hamarosan kezdődik egy úszóverseny, hogy mi is ez pontosan Szepesi Tibor az Oktatási és Sportbizottság elnökével beszélgetünk. Épp a bemelegítést végzik a legkisebbek, de kik lesznek ma itt? Így van, üdvözlöm a televízió nézőket. Valóban a mai napon itt az Akácsliget gyógyfürdőben, uszodában a Jász-Nikun-Szolnok megyei diákolimpia megyei döntője kerül megrendezésre valamennyi korcsoportban. Ez azt jelenti, hogy egészen az első osztályosoktól a végzős középiskolás korosztályig valamennyi versenyző, aki amatőr versenyző, tehát nem igazolt versenyzőként szereti az úszást, készül diákolimpiai versenyre, az a mai napon itt lesz, hiszen az fog eldőlni, hogy ki képviselje a megyét az országos döntőn. Reméljük azért, hogy hasonlóan szép eredmények születnek, mint tavaly, hiszen azért a Karcagi Sport Egyesület úszó szakosztályának nem volt mire szégyenkeznie, nagyon szép érmekkel jöttek haza, sőt, még az országosan is így szerepeltek. Valóban ez egyfajta megmérettetés olyan szinten is, hogy az elvégzett munkának a minőségi gyümölcsét itt lehet lemérni a legjobban. És hát természetesen nagyon bízunk abban, hogy a karcagi versenyzők, iskolások, középiskolások, általános iskolások egy picivel talán még jobban fognak szerepelni, mint az elmúlt évben, években, hiszen azért az úszó szakosztály is óriási
fejlődésen, változáson ment keresztül. Reméljük és nagyon bízunk abban, hogy ez az eredményekben is meg fog mutatkozni. Azt gondolom, hogy az, hogy újra van úszásoktatás a városban, és nem kell ingázni, sőt a szakosztálynak is itt vannak helyben az edzései, az biztos, hogy sokat jelent a szülőknek is, hiszen a gyerekeknek jobban ki tudnak jönni szurkolni. Mennyit jelent ilyenkor egy hazai verseny a gyerekek szempontjából? Biztos, hogy nagyon sokat. Nyilván sokkal többen tudnak kijönni szurkolni, nem kell olyan korán kelni, a megszokott közegben öltözhet, nem kell annyit izgulni, tudja, hogy milyen pálya, hol van, mi a kő, mi a specialitása, tehát én azt gondolom, hogy túl azon, hogy nyilván költségekben elutazni egy versenyre is óriási megterhelés jelent magának a szakosztálynak is, tehát ilyen szempontból is azért jobb egy hazai verseny. De a kiszolgáló személyzet, a versenybírók, ugye helyi testnevelők, középiskolás önkéntes diákok, tehát az a közeg, amiben a mai verseny megrendezése kerül, az mind-mind azt szolgálhatja, hogy még jobb eredményeket érjenek el. Igen, hiszen hát azt szoktuk látni, hogy amikor fordulnak, akkor azért a karcagiakat név szerint biztatják a kő mellett álló időmérők is, tehát ez is egy plusz dolog a gyereknek, hogy igen, bizonyítanom kell, és gondolom, hogy bizonyítani is szeretnének. Így van, egyfajta bizonyítási kényszer is van, ami azért egy kicsit oldódik nyilván azzal, hogy hazai pályán vannak. Tudják, hogy a pálya melyik részén milyen hideg, meleg a víz. Sok-sok-sok előnyt élvez az, aki hazai pályán versenyez. Ugye tudjuk nagy versenyekről, hogy olimpiáról, világbajnokságokról, hogy egy-egy hazai versenyen az ottani csapat mindig kimagaslóbb eredményt tud nyújtani. Nem szeretném nagyon jóslásokban bocsájtkozni, de mit tippel? Tehát ha nem is név szerint, de mit vár a verseny végén délután? Kik állnak a dobogóra, vagy hányan? Én azért nagyon bízom abban, hogy minden korosztályban lesz karcagi versenyző a dobogón, és abban is bízok, hogy ketten, hárman, talán egy-két váltó csapat is el tud jutni az országos döntőre, és képviselni tudja Karcagot. Reméljük, hogy így lesz, és akkor majd délután kiterül. Köszönjük szépen! Köszönöm én is! Köszöntöm Önöket, itt vagyunk a György Fischer Nagykun Múzeumban, egy nagyon érdekes kiállítás nyílik hamarosan. Dr. Nagy Molnár Miklós igazgatóral beszélgettünk erről. Honnan jött az ötlet, hogy egy igazán különleges kiállítással nyissák az évet? Én is köszöntöm nagy tisztelettel a kedves televízió nézőket. Ez a Rákosi Börtönei című kiállítás, ez pár évvel ezelőtt nyílt meg Hódmezővásárhelyen az Emlékpont Múzeumban, és az Emlékpont Múzeummal jó kapcsolatunk volt korábban is, és megkértük, hogy ezt az időszaki kiállítást, vendégkiállítást, hiszen ez volt már ugye Nyíregyházán, volt Zalaegerszegen, hogy elhoznánk ide Karcagra is, és így került ide, és most nyitjuk. Én nekem már volt alkalmam megnézni, tehát azt gondolom, hogy mindenki, aki eljön egy picit megköghetve fog ide belépni, hiszen sokkoló lakhat rá egy börtöncella, ami tényleg úgy néz ki, ahogy régen is, és nagyon sok korhű fotódokumentum van, szerintem itt sokan fognak történelmórát is tartani a következő hetekben. Meddig lehet megnézni a kiállítást? Előzetes terveink szerint márciusig fogjuk ezt a kiállítást bemutatni. Bízunk benne, hogy március közepéig, illetve március végéig tudjuk ezt itt tartani, annak függvényében, hogy ki kéri a kiállítást, mely múzeum kéri majd el, és addig lehet látni. És én is gondolom, bízom benne, hogy több történelem órának is majd helyet fog tudni adni a múzeum, hiszen olyan dolgokat állítottunk ki, amit még a történelem könyvekben sincsenek meg teljesen, és hát ugye menet közben lehet hallani egy kis alaphangot, alapzajt, alapzenét, ami ugye abban az időszakban, amikor még én is fiatal voltam, ugye bizony-bizony ezeket énekeltük, menetdalok voltak, és hát egy kicsit ugye a fiatalságunkat hozza ez vissza, nem nosztalgia, de mégis a fiatal korunkhoz tartozik. Viszont ugye pontosan azért akarjuk bemutatni, hogy mi közben ezeket énekeltük, közben aki kiállításban látszik, hogy milyen ellenpont az, hogy milyen bűnöket követtek el azok az emberek, akik ezeket énekeltették velünk. Azt gondolom, hogy ezt a mostani általános és középiskolások is nagy érdeklődéssel fogják megnézni ezt a kiállítást. Reméljük, hogy sikere lesz.
és köszönjük szépen. Bízunk benne, hogy sokan megnézik, és sok embernek a történelem szemléletébe és a mai szellemével, a mai szemlélethez is egy kicsit támpontot fog adni. Dr. Miklós Péter, az Emlékpont intézmény vezetőjével beszélgetünk. Itt számunkra furcsa ezt a szót így kimondani, hogy emlékpont. Először ezt magyarázzuk meg, hogy mit is jelent ez pontosan, tehát mi inkább a múzeum szóhoz vagyunk itt hozzászokva. Az emlékpont az emlékezés pontja, ahogy a nevében is benne van, és 2004-5-ben azért határozott úgy Hódmezővásárhely megyei jogúváros önkormányzata, hogy létrehoz egy ilyen pontot elsőként a vidéki városok közül, hogy lehetőség legyen a helyieknek szembenézni azzal a múlttal, amely 1945 és 90 között jellemezte elsősorban a térséget, de egész Magyarországot. Az államszocialista korszaknak a művészetét, iparát, gazdaságát, társadalmát, helyi folyamatait mutatja be ez a kiállítás. Az AVH működésétől egészen a puli megjelenéséig, a helyi sportéletig, a helyi mérleggyár vagy különböző gazdasági egységeknek a működésén keresztül. Nem pusztán az államszocializmus korszakát mutatja be az intézményünk, hanem az egykori zsidóiskolából kialakított kiállítóhelyünk is működik, amely Magyar Tragédia 1944 címmel a holokauszt vásárhelyi áldozatairól és a holokausznak a gyermek áldozatairól mutat be egy hát meglehetősen megdöbbentő és érzékletes kiállítást. Ugye aztán az emlékpontban lehetőségünk van a két 20. századot tönkre tévő totális diktatúrának a mindennapjaival és gyakorlatával is szembenézni, a nácizmussal és a kommunizmussal. Azt gondolom, hogy több éves gyűjtőmunka van e mögött, azért hoztak el olyan emlékeket, amelyeket mondjuk itt el mellettünk, egy bitófa, amely a Szegedi Csillagbörtönben volt, hajnal, amikor még én az újságírást tanultam, mi voltunk gyakorlaton, tehát én ennek láttam az eredeti helyét, akkor már mondjuk akasztások nem voltak, de azt hiszem, hogy sok olyan kuriózum van, amit szívesen bemutatna, hogy mire hívná fel a nézők figyelmét. A Rákosi börtöni kiállítás 2 évvel ezelőtt azért jött létre, hogy az 50-es éveknek és a kommunista diktatúrának a legsötétebb időszakának egy érzékletes és fizikailag is érezhető bemutatását nyújtsa. Meglehetősen gyakori mondat volt a 90-es években, sőt már a 80-as éveknek a akár baloldali reformmozgalmai körében is, hogy Rákosi Mátyás annyi időt töltött börtönben a két háború között, hogy amint hatalomra került Magyarországból is egy nagy börtönt alakított ki. Ez ugye ebben a formában nem igaz, hiszen néhányak szabadon lehettek, de az, hogy a társadalmi életnek egy meghatározó és kommunista ideológia szerint megengedett formája volt az emberek elleni represszió, a börtön, az internálótábor, a kényszermunkatábor, a bármilyen formában való fizikai korlátozás, az elválaszthatatlan attól a ténytől, hogy Rákosi bizony 11 néhány évet töltött börtönben ebben az időszakban, éppen a Szegedi Csillag börtönben is, és volt olyan pillanat, 1939-ben, amikor Kádár János, a később Puhábnak nevezett diktatúrának a képviselője is, Rákosi Mátyás is, és a szélsőjobboldali Szálasi Ferenc is egyszerre koptatta a Szegedi Csillagbörtönnek a pricseit. És tegyük hozzá, hogy mind Szálasi, mind Kádár, mind Rákosi egy kényelmesebb börtön viszonyok között tölthette ezt a fogságot, hiszen újságírókat fogadhattak, ruhát hordhattak, hogyha megnézzük akár csak a jelentéseket, akár csak a visszaemlékezéseket az 50-es évek börtönviszonyaira, ennél jóval kellemetlenebb helyzetbe képzelhetjük magunkat. Elég csak mondjuk Edrédi Vencel, Zirci főapátra, vagy Mindszenti Józsefre utalnunk, akikről külön megemlékezik ez a kiállítás. Az emlékirataikban olvasható, hogy milyen brutális kegyetlenséggel, gerinctöréssel, lábtöréssel, égetéssel, szurkálással és a legprimitívebb módszerekkel próbálták őket jó belátásra bírni, ami természetesen nem sikerült, de fizikailag sikerült megkínozni. És hát a Csillagbörtönnel való jó együttműködés jegyében maga a zárka berendezés is, ez egy szocializmuskori zárka berendezés, és hát ugye ez a bitófa, ami az 50-es évektől kezdve egészen a 70-es évek végéig használatban volt, tehát ezen több tucat embert végeztek ki az államszocializmus korában, az 50-es évektől kezdődően politikai okokból, később aztán más okokból is. És ez azért volt az emlékpontnak egy fontos projektje, hogy bemutassa ezt a börtönvilágot, mert a délalföldi
kommunizmus elleni harcnak egy meghatározó pontja volt a Vásárhely és Orosháza közötti tanyavilágban szerveződő Fehér Gárda, és ezek a fehérgárdisták közül 50-en megjárták a börtönt és a kényszermunkatábort, 2-t Kovács Istvánt és Blahó János pedig ki is végeztek, éppen egy ilyen bitófán, amit itt is láthatunk. Több tudományos szervezet, az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltár, az emlékpont, és a Csillagbörtönnek az együttes munkája, Vince Gábor kollégámnak a szakmai felügyelete mellett ez a kiállítás. És én azt gondolom, hogy aki akár iskolai tanulmányai során, akár érdeklődésből, akár személyes élményként találkozott az 50-es évekkel, az az 50-es éveknek talán egy rejtettebb, vagy a nyilvánosság előtt nem jelenlévő arcát ismerheti meg, hiszen a szabadság, az egyenlőség és a dolgozó nép hatalmát hirdető rendszerről beszélünk, és az itteni dokumentumok, tárgyak, részletek, emberi sorsok, amelyek bemutatásra kerültek, mutatják, hogy ez bizony a rabság és a diktatúrának is a világa volt. Itt pont Mindszent József portréja előtt állunk, tehát itt beszélgettünk, mellettünk pedig Faludi Györgynek egy verse látható, tehát azt gondolom, hogy itt a költészet is megjelenik, hiszen költők is voltak börtönben, mindenki talál olyan olvasnivalót, ami esetleg számára is kuriózum. Önnek van esetleg kedvenc része ebben a kiállításban, amit először esetleg ön is ott fedezett fel, amikor ez előkerült, ez a dokumentum? Két dolgot emelnék ki. Az egyik ugye maga a zárka, azért ez egy elgondolkodtató tény, hogy egy 5-6 négyzetméteres területen hogyan lehet az embernek mondjuk az életét emberhez méltóan élni, és hangsúlyozom, hogy ez még a jobbak közé tartozott, ennél jóval kellemetlenebb körülmények az Andrássy út 60-ban például, de Szegeden is nem a Csillagbörtönben, hanem a mai Tiszaszállóhelyén működő ávóközpont pincéjében voltak. Tehát egy zárkában azért el lehet gondolkodni azon, hogy milyen lehetett és hogyan változott meg az ember személyisége, vagy akár, hogyha arra gondolunk, akik az 50-es évektől kezdve együttműködői voltak az állambiztonsági szerveknek, hogyha pár napot, éjszakát vagy pár évet eltölt az ember ilyen helyen, ilyen körülmények között, akkor bizony nyilván átértékeli a rendszerhez való lojalitását is, de pont ez volt a börtönvilágnak, az átnevelő tábornak, a kényszermunkatáboroknak a célja. A másik, és szándékosan nem csak dramaturgiai vagy múzeumpedagógiai fogásból, de a humort is próbáltuk belecsempészni, a Ludas Matyi karikatúrái azért az emberi természetnek azt az oldalát mutatják meg, amikor a traumát próbáljuk valahogy humorral oldani, és a kibeszélhetetlent legalább egy karikatúra vagy valamilyen viccnek a körülményeiben megélni. Tehát talán a szörnyűségek, amit itt a képeken, a sorsokon, a dokumentumokból elénk rajzolódik, azt valahogy föl tudja oldani egy-egy karikatúra, mondjuk a Fekete Vágók disznójának a beszélgetése, amikor a vége az, hogy hamarabb pusztul el a fekete vágásra készülő úgymond kulák, mint az általa levágásra ítélt disznó. Reméljük, hogy mindenki talál olyan dokumentumot, ami megragadja és esetleg átértékeli az eddig erről a korszakról való véleményét, álláspontját. Köszönjük szépen, és reméljük sokan megnézik ezt a kiállítást. Én is ebben bízok, és azt kívánom, hogy akár a humoros oldalát, akár a fizikai oldalát ismerjék meg, és merüljenek el Rákosi börtöneiben. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Köszöntök mindenkit a rendező, Karcagváros önkormányzata, a Magyar Diáksport Szövetség és a Jászmegyun-Szolnok megyei Diák és Szabadidősport Egyesület nevében a mai országos elődöntőn. Nem terveztünk a technikai értekezleten, azt beszéltük meg a csapatvezető kollégákkal, hogy nem tervezünk nagy megnyitót, minél hamarabb tudjuk kezdeni a versenyt, a bemelegítést. De engedjétek meg, hogy mégis nagy szeretettel köszöntsek mindenkit ezen az országos elődöntőn. És nagyon jó versenyt kívánjak a 8 csapatnak. Kisorsoltuk a 10 feladatot, amelynek végrehajtása lesz a mai verseny végeredménye, melyik csapat hogy szerepel ebben a 10 feladatban. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nincs más hátra, mint jó versenyt kívánni mindenkinek, balesetmentes versenyzést, és lássuk, hogy melyik csapat az, amely első helyen a
automatikusan az országos döntőbe kerül, míg a második helyezett egy úgynevezett vigaszági döntőben Budapesten versenyezhet majd a továbbjutásért szintén az országos döntőben. Köszöntöm Önöket, itt vagyunk a sportcsarnokban, és mögöttünk javában zajlik a Diákolimpiai Országos Elődöntő, hogy mi is ez a verseny, arról Veres Pállal, a Jászlajkun Szolnok megyei Szabadidő és Diáksport Egyesület titkárával beszélgetünk. Itt nagyon nagy a szurkolótábor a két szolnoki csapatnak is. Mi ez a verseny pontosan? A játékos sportverseny Diákolimpia nagyon hosszú, tehát alakulásunk óta, 1987 óta folyamatosan programon van. Az első-második korcsoportos, tehát a legkisebb általános iskolásoknak igazán ez az egyetlen lehetőségük országos döntőre jutni az úszáson és az atlétikán kívül. Nekik más sportágat nem hirdettünk meg. Ez egy nagyon népszerű sportág volt itt helyben, Karcagon is. Hosszú éveken keresztül országos döntő nem volt nélkülük, és onnan általában érmekkel, aranyérmekkel érkeztek haza. Na, most sajnos nincsen karcagi csapat. Megyénkből itt van a Szegő Gábor általános iskola Szolnokról és a Kodály Zoltán általános iskola csapata. Hát őket úgy a középmezőnybe várom, mert azért ismerjük már a mezőny, évek óta ide járnak, mert Karcag az elmúlt 5 évben biztos, hogy minden évben országos elődöntőt rendezett. A város nem felejtette el a diáksport, annak ellenére, hogy nincsen csapata, minden évben megkapjuk az országos elődöntő rendezési jogát, köszönhetően az itt dolgozó nagyon jó szakembereknek, akik majd az országos diákolimpia döntőn is versenybíróskodni fognak Szepesi Tibor vezetésével. Itt a gyerekeknek 10 feladatot kell teljesíteni, és ez alapján dönthetnek majd, ha véletlenül van valami pont egyenlőség, akkor biztos, hogy lesznek olyan feladatok, ami dönt. De egyébként mennyire népszerű ez a verseny megyénkben? Versenyünkön, ugye, mint ahogy hallottuk, 10 feladatot kell teljesíteni. Minden teljesített feladatot pontozunk. És a legvégén az a győztes, akinek ugye a legtöbb pontja lesz. Holtverseny esetén, de csak akkor, hogyha éremről van szó, arany, ezüst vagy bronzról, akkor játszunk egy holtversenyjátékot, eldöntjük az érem sorsát. Hát a sportág népszerűségéről 90-es, 2000-es években nagyon sok csapat volt a megyébe. Utána jött egy hullámvölgy, elfogytak a csapatok, pontosabban ilyen megyei szinten ilyen 15-20 közé lecsökkent. Most örvendetes, hogy ebben a tanévben 24 csapattal kezdtük el a városi elődöntőket, ezt követően 9 csapat jutott a megyei döntőbe, és a megyei döntőből van itt az a két szolnoki csapat. A megyei döntőt ugyan Jászberény nyerte meg, de ők nincsenek itt, mert az országos döntőt mi fogjuk rendezni mezőtúron, így a megyei győztes automatikusan résztvevője lett az országos döntőnek. Akkor ezt elmondhatjuk, hogy az országos döntőn már egy csapat van, és akkor délutánra kiderül, hogy innen ki jut még tovább. Én jó versenyzést kívánok itt mindenkinek, és hát azt gondolom, hogy találkozunk jövőre is Karcagon, és reméljük, hogy egyszer újból lesz karcagi csapat. Köszönjük szépen, én sok sikert kívánok az itteni győztesnek, aki majd mezőtúron ismét vendégünk lesz. Én úgy gondolom, hogy Tibiéket, az itteni testnevelő kollégákat ismerve és hallva a véleményeket, talán újra éled ez a játék itt. Köszönöm. Szepesi Tiborral beszélgetünk, hiszen az előbb itt hallottuk Veres Páltól, hogy megdicsérte a rendezésért Karcag városát, és azt is reményét fejezte ki arra vonatkozóan is, hogy remélhetőleg lesz újból karcagi csapat. Itt most nagyon nagy a szurkoló tábor, és én emlékszem arra, amikor még Karcagnak szurkoltak ugyanennyien. Gondolom, hogy ön is szeretné, hogy újból legyen karcagi csapat. Igen, hagyományos verseny kerül megrendezésre Karcagon, amely több évre, évtizedre visszamenőleg mindig Karcagon került megrendezésre. És ez a hagyomány annyiban szakadt meg, hogy jelenleg nincs karcagi iskola résztvevője ennek a versenynek, ennek a sorozatnak. Volt idő, amikor ugye országos bajnokságokon, országos elődöntőkön nagyon-nagyon jó helyezéseket értek el iskoláink. Én bízom benne, hogy a jövőben sikerül majd
valamelyik iskola, valamelyik testnevelőjét meggyőzni arról, és a szülőket is, hogy ez egy nagyon szép verseny. Hát azt hiszem, hogy ez az önök feladata lesz, de beszéljünk egy picit a mai versenyről. Mit kell tudni a csapatok, milyen versenyfeladatokat kaptak, és ezt mi alapján döntötték el? Előre meghatározott feladat sorból kerül kisorsolásra az a 10 feladat, amit itt végre kell hajtani. Tehát mindenki megkapta időben ezt a füzetet, föl tudott készülni, ugye évekre visszamenőleg vannak meghatározva ezek a feladatok. Nem könnyű 30 feladatot begyakorolni és abból megcsinálni 10-et, de hát nyilván ettől szép ez a verseny, hogy sok mindenre készülünk, és ami itt adódik menet közben, ugye azt is meg kell oldani. Reméljük, hogy eredményes lesz a két szónok, ilyen szurkoljunk egy picit azért nekik, hogy valamelyikük bejut az országos elődöntőbe, amely mezőtúron lesz. Mi a legnehezebb ilyenkor? Hiszen azért testnevelőként ön is ugyanúgy izgul, tehát ilyenkor az a nehéz, hogy a gyereket visszafogni, hogy nehogy túllendüljön esetleg egy feladaton, vagy ilyenkor már elfáradnak. Mit lehet ilyenkor mondani? Ezek a gyerekek fölkészültek, tehát aki egy országos elődöntő részvevője, az már nagyon sok edzésen, nagyon sok versenyen túl van, pontosan tudják azt, hogy mi az, ami a gyorsaság rovására mehet a technikai végrehajtással szemben. Tehát én azt gondolom, hogy itt elsősorban arra kell figyelni a versenyzőknek, illetve az őket fölkészítőknek, hogy ne izguljanak. Azt tegyék, amit megtanultak, amit begyakoroltak, és azt én azt gondolom, hogy ezek az alsós tanulók, visszaemlékezve a régi időkre is, talán még jobban el tudják végezni, mint egy idősebb korosztály. Reméljük, hogy eredményes lesz a mai nap, és jó versenyeztetést kívánok önnek, hiszen ön a versenybizottság elnöke is egyben. Igen, köszönjük szépen, én bízom benne, hogy nagyon szoros versenyben, de sportszerűen fognak eldőlni a helyezések. Köszönjük! Kedves nézőink, rendőrségi híreink következnek. A karcagi rendőrkapitányság eljárást indított járművezetés az eltiltás hatálya alatt szabálysértés elkövetése miatt egy kazincbarcikai lakos ellen. A járőrök február 1-én 9 óra 30 perckor Karcag külterületén ellenőrizték a tehergépkocsival közlekedő 53 éves férfit. A rendőrök megállapították, hogy a hatóság korábban eltiltotta a járművezetéstől a sofőrt. A járőrök előállították a férfit a karcagi rendőrkapitányságra, ahol szabálysértési őrizetbe vették. A karcagi rendőrkapitányság eljárást indított egyedi azonosító jellel visszaélés büntetelkövetésének megalapozott gyanúja miatt egy kisújszállási lakos ellen. Járőrök ellenőrizték február 2-án 17 óra 45 perckor kisújszállás belterületén a motorkerékpárral közlekedő 20 éves férfit. A rendőrök megállapították, hogy a két kerekűre egy másik motorkerékpár hatósági jelzése van felhelyezve. A vezető elismerte, hogy a rendszámtáblát ő szerelte fel a járműre. A rendőrök a sofőrt előállították a kisújszállási rendőrösre, ahol gyanúsítottként kihallgatták, a járművet és annak papírjait pedig lefoglalták. A karcagi rendőrkapitányság garázdaság vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást két tiszaburai lakos ellen. Az adatok szerint a 33 éves férfi és a 38 éves nő február 4-én 19 óra körül Tiszabura egyik utcáján előzetes szóváltást követően lögdösték, rángatták és többször megütötték egymást. A verekedésnek a helyszínre érkező járőrök vetettek véget. A rendőrök a két férfit elfogták, majd az abátszalóki rendőrösre előállították és gyanúsítottként kihallgatták. A karcagi rendőrkapitányság eljárást indított lopásvétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt T. Róza Katalin és P. Tiborné kisújszállási lakosok ellen. A 40 éves és a 60 éves nők február 4-én 15 óra 30 perckor kisújszálláson egy áruház melletti padról eltulajdonítottak egy őrizetlenül hagyott táskát. A rendőrök a beszerzett adatok alapján azonosították és a kisújszállási rendőrösre előállították a jogsértőket. A két nő gyanúsítotti kihallgatásukkor elismerte a lopást. A rendőrök lefoglalták az eltulajdonított készpénz nagy részét.
A karcagi rendőrkapitányság eljárást indított lopásvédség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt P. Alex kenderesi lakos ellen. A 22 éves férfi február 3-án 18 óra és február 4-én 6 óra között a kerítésen átmászva bejutott egy kenderesi ingatlan udvarára, ahol kivágott 3 akácfát, 1 megyfát, valamint levágott 25 méter elektromos vezetéket, melyeket eltulajdonított. A helyi rendőrök a beszerzett információk alapján azonosították és a kisújszállási rendőrösre előállították a jogsértőt. A nyomozók az eltulajdonított fa egy részét lefoglalták. A karcagi rendőrkapitányság lopásvédség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást Emmernő tiszabői lakos ellen. A 38 éves férfi február 5-ére virradóra bejutott Tiszabőn egy ingatlan udvarára, majd a nyitott melléképületből eltulajdonított egy talicskát. A rendőrök a beszerzett adatok alapján azonosították a jogsértőt, akinek otthonában megtalálták és lefoglalták az eltulajdonított tárgyakat. A nyomozók gyanúsítottként kihallgatták a helyi lakost. Kedves nézőink, pénteken rendezik a Györfi Néptánc Gálát a Déréné Kulturális Központban. Mai Háttér című magazin műsorunk vendége Oroszné Millinghoffer Rita néptánc pedagógus, akivel többek között a gáláról beszélgetünk. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Oroszné Millinghoffer Rita néptánc pedagógus. Szeretettel köszöntelek stúdiónkban, örülök, hogy elfogadtad meghívásunkat. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, azért tegeződünk Ritával, mert már régóta ismerjük egymást. Azért hívtunk ma meg egy stúdióbeszélgetésre, mert pénteken ismét Györfi Néptánc Gála kerül megrendezésre a Déréné Kulturális Központban. Hogyan készültök, mióta készültök erre a rendezvényre? Így van, 17. alkalommal rendezzük meg a Györfi Néptánc Gálát. Már most ugye a Györfi István Katolikus Általános Iskola szervezésében, jobban mondva a Nyelvi Laborral a Nyelvtanulásért Alapítvány szervezésében. 16 osztályunk minden gyermeke táncol ezen a napon a Dérinében. Igazából az, amit nagyon-nagyon fontos tudni erről, hogy nekünk a heti 5 testnevelés órából egy óránk néptáncra fordítható. Ez azért nagyon fontos dolog, mert így a hagyományok ápolását tudjuk őrizni, tudjuk továbbvinni, a gyerekek megismerkednek a tánccal, rengeteg-rengeteg területen fejleszti a gyermekeknek az esztétikai érzését, érzékét, ritmusérzékét, rengeteg olyan dolog van, amivel segíti a közösségbe való beilleszkedésüket, tehát nagyon-nagyon jó hatással van a néptánc a gyermekekre. Minden osztály táncol, mint az előbb említettem. Évfolyamonként a tanmenetem ki van dolgozva, az alsó tagozatban inkább a dunántúli dialektus terület táncaival ismerkednek, népi játékokkal ismerkednek. Nyilván minden osztálynak egyénre szabott koreográfiát szoktam erre a napra összeállítani. Ezek inkább ilyen etüdő sorok, tehát egy kis ízelítő, hogy a szülők lássák, hogy mit tanulnak a gyerekek. Tulajdonképpen ezt nyomon tudják követni, hiszen minden évben megrendezzük a néptáncgálát, tehát az első osztálytól akár a 8. osztályig végig követhetik a gyerekek fejlődését. Inkább egy ilyen nagy nyílt óra ez, hiszen mindenkinek lehetősége van betekintést nyerni a néptáncoktatásba. A felső tagozatos tanulók inkább a felső tiszavidéki, a nyírségi tájegység, kitekintünk egy picit Erdélybe, a közeli dialektus területen Jásság, a kunsági táncokkal ismerkedünk, eszközös táncokat tanulnak, és nyilván ebből állítunk össze egy koreográfiát. Nagyon fontos szempont, hogy a lányok-fiúk aránya hogyan oszlik meg egy osztályban, hiszen ugye a páros táncoknál azért nagyon fontos szerepet tölt be az, hogy egy lány a fiúval táncoljon, tehát két lány táncolhat együtt, több tájegységen is szokás, viszont a fiúk azért nem táncolnak együtt párban. Ezt nagyon jól kiküszöböltük ebben az évben is, hiszen párt cserélnek tánc közben a fiúk, tehát egy lány két fiúval táncol, a végén pedig egy ilyen közös nagy mulatsággal
fejezik be a koreográfiát a színpadon. A Pipás Népzenei Együttes évek óta húzza a talpalávalót nekünk ezen a délutánon. Ez most is így lesz. A mai nap folyamán van egy főpróba, ahol a színpadbejárást is kipróbáljuk. A zenekar tagjai eljönnek és csinálunk egy főpróbát, hiszen azért nagyon fontos dolognak tartom azt is elmondani, hogy a magnó hangzóanyaga az nem biztos, hogy pontosan úgy szól, mint az élőzenének a hegedűje, brácsája, nagybőgője, és ezt most ki tudják próbálni, nem éri őket váratlanul ez a dolog már pénteken. Hanyadik éve készítette föl a diákokat erre a néptánc gálára? Hát én azt gondolom, hogy ugye volt kihagyás is. Volt kihagyásom, egy 5 éves kihagyás, de én azt gondolom, hogy egy 10 éven keresztül én foglalkoztam a gyerekekkel. Nyilván a kihagyás előtt, tehát amikor a gyermekeim megszületek előtte való időszakban, akkor volt alkalmam arra, hogy mondjuk 3. osztálytól 8. osztályig végig tudtam vinni egy osztályt, és akkor majd most talán már ugye alakulnak azok az osztályok, akik elsősök voltak, azok már ugye már most felső tagozatosok. Azt említetted, hogy hetente egy testnevelés órát a néptáncra áldoznak az intézményben. Hogyan kezdődik, tehát amikor az első osztályosoknak van az első néptánc órája, akkor, tehát mivel kezdtek gyakorlatilag, gondolom nem azzal, hogy akkor párokba rendeződünk, és akkor mutatom a koreográfiát. Hogyan épül föl a néptánc oktatás? Nagyon-nagyon szépen föl tudjuk ezt építeni, hiszen egyáltalán nem feltétele annak, hogy aki az iskolába jön, ő tudjon táncolni. Teljesen az alapoktól kezdjük. Az első, másodikosoknak inkább azért a ritmusérzék fejlesztése. Hozzáteszem, hogy ez a felső tagozatban sem marad el, csak teljesen más formában tartjuk. Nyilván ezek a kis ritmusos visszhang tapsolások, egymásnak tapsolják, vissza kell tapsolni, rengeteget játszunk, nagyon-nagyon sok esetben a térbeli érzéküket fejlesztjük, a sorokkal, a körökkel. A párokban rendeződés általában csak a játékoknál jelentkezik, és a mozgásformák is csak nagyon-nagyon alapmozgásformák, a kis térthajlítástól kezdve a kis sarokkoppintós lépésen keresztül. Tehát igazából a táncnak a megszerettetése a legfontosabb. Én azt gondolom, hogy iskolánkban szinte minden tanuló azonosul ezzel a dologgal. Mindenki elfogadja, mindenki várja. Sok-sok esetben van az, hogy vannak osztályok, akik nagyon-nagyon komolyan veszik, vannak, akik egy picit lazábban, de ebben az időszakban már az utolsó hónapban, a felkészülési időszak legvégén már mindenki véresen komolyan veszi ezt a dolgot, nagyon nagy komolysággal, fegyelemmel. Hát nyilván nekik ez egy bemutatkozási forma, tehát ugye a Dériné színpadán állva a szülőknek, a többi csoport szüleinek megmutathatják azt, amit tanultak. Segítsége az nektek a néptánc oktatásban, hogy sokan már úgy kerülnek föl iskolába, ugye Karcagon is egyre elterjedtebb, hogy már óvodában is ismerkednek a gyerekek a néptánccal. Könnyebb így a ti munkátok? Hát mindenképpen könnyebb, de mint ahogy az előbb említettem, nem feltétele. Tehát mindenképpen könnyebb. Én egyébként pontosan azért, mert nem kérjük ezt, én mindent az alapoktól kezdek, tehát aki nem táncolt, az ugyanúgy kezdi velünk, de természetesen akik már foglalkoztak ezzel a műfajjal óvodában, az látszik, hogy ő neki könnyebben megy, és egy-egy ilyen gyermek, vagy esetleg több ilyen gyermek egy-egy osztályban azért nagyon szépen ki tudja alakítani az osztálycsoportnak a vázát, és akkor a többiek ugye arra építkeznek, és olyan szépen felzárkóznak hozzájuk. Az iskolában milyen formában tartjátok a néptánc oktatást, a néptánc órát? Tanteremben, tornateremben, tehát hogy van helyetek ehhez? Az iskolának az aulájában tartjuk a néptánc oktatást. Ez egy jó tágas tér. A gyerekek nagyon szépen megszokták már az öltözködési rendet. Lejönnek, egy nagyon picike kis bemelegítés. Sokat foglalkozunk már a felső tagozatban a folklorisztikával, a jeles napok ünnepeivel, szokásaival, annak a tájegységnek a hagyományával, amit éppen tanulnak, tehát nagyon fontos dolog az is, hogy tudják azt, hogy konkrétan a térképen hova teszik mondjuk a rábaközi tájegységet, vagy a dél-dunántúli tájegységet, vagy a délalföldi tájegységet. Tudják is ezt, most egyébként újdonság a néptáncgálán, hogy minden osztálynak a
képviselői bemutatják az osztályközösségüket, és elmondják azt, hogy milyen tájegységtáncát tanulják. Általában egyébként azzal az anyaggal foglalkozunk, ami egyébként a tanmenet szerinti táncos anyag, és akkor ugye nekünk most február 12-e után ezeken az órákon már a tanmenet is úgy van összeállítva, hogy már a következő tájegység anyagaival ismerkedünk. Ilyenkor azért nem maradhatnak el a játékos órák, mert ez a jutalom, és utána pedig folyamatosan készülünk, tehát februártól februárig készülünk a néptáncgálára. Ugye vannak felkészülési időszakok, amikor, ahogy mondtad, aulában gyakorolnak a gyerekek. Mit jelent az, amikor már mondjuk úgymond jelmezes próba van, tehát amikor már fölveszitek a néptánc ruhákat, tehát mennyiben érzed azt, hogy másabb? Hát amikor hát ugye az elsősorban a lányoknak a ruhájára jellemző, hiszen a fiú költözete egy ünneplő ruhával megegyezik. A lányok költözete az kicsit problémásabb abból a szempontból, hogy nagyon sok helyről kell kérnünk segítséget ilyenkor, hogy mindenkit nagyon szépen föl tudjunk költöztetni. Gondolok itt a Dériné Kulturális Központ ruhatárára, azt mindig igénybe vesszük, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskolának a ruháira, a Kiskulcsosi Tagiskolának a ruháit is megkapjuk, most kaptunk segítséget Kunmadarasról, Tisza Szent Imréről, és hát a lányoknak pont tegnap volt egy ilyen ruhapróbája, ruhákat osztottam tegnap, és hát jól érzik benne magukat. Bujkálnak a fiúk elől sokszor, meg hogy meg ne lássák őket, de igazából látom azt, hogy tetszik nekik. Tehát a táncon visszatükröződik az, hogy ők viseletben igen. Tehát az egységesség, amit én nagyon-nagyon szeretek, és szeretem be is tartani, a táncban is és a színpadon is. Az egységesség az nagyon-nagyon sokat dob egy koreográfián, és nagyon sokat, tehát a maga a hajviselet, maga a szalagok a hajban, a fiúknak az egységes hosszú fehér ing, amit ugye fölhajtunk, hogy egy picit autentikusabb legyen, fölhagyjuk az ujját, és akkor ettől egy kicsit talán autentikusabb lesz ez az egész színpadi megjelenés. Én azt gondolom, hogy ezt szépen tudjuk tartani. Még egyszer mondom, a lányok ruhája azért nagyon sokat dob a táncokon. Ugye elsőtől nyolcadikig akkor ismerkednek a gyerekek a néptánccal. Van, aki ezt iskolai kereteken kívül is műveli, hiszen te a Dériné Kulturális Központban néptánc oktatással foglalkozol. Sok gyermek jár például ebből az iskolából? Sokan, igen, nagyon sokan. Amikor az iskolának az élete beindult szeptemberben, akkor néptánc szakkört is toboroztam, és most például ezen a pénteki délutánon a néptánc szakkörünk lesz a vendég meghívott, igazából nem máshonnan hívtunk tánccsoportot, hanem ők lesznek azok, akik eltáncolják a tanult koreográfiájukat, és hát nyilván ezekből a táncos gyerekekből sokan a Dérinének az oszlopos tagjai, elsősorban az Árendás néptánccsoportnak. Ezt akartam kérdezni, hogy milyen csoportokban oktatsz? Hát kibővültek most a csoportjaink, hiszen a Picinke csoportunk az teljesen pici gyerekekből áll, 3 éves korig, és Balla Ágnes, aki egyébként alapító tagja volt itt a néptánc csoportoknak annó, ő az, aki foglalkozik a gyerekekkel. Utána ugye Kunné Nánási Mónika a Toporgók néptánc csoportot vezeti, az Árendás néptánc csoportnak én vagyok a vezetője, és a Bokréta és Pántliga néptánc csoportot pedig Nagy Csaba kollégámmal vezetjük együtt, és ugye Nagy Emese vezetésével az Iringó néptánc szakkör is működik. Hány gyermek jár összesen körülbelül a csoportjaitokban? Hát ezt igazából úgy tudom most számszerűen megsatszolni, hogy december 11-én volt egy nagyon nagy sikerű betlelmes műsorunk, ami egy picit új kezdeményezés volt, és hát én azt gondolom, hogy egy nagyon megható műsorral tudtunk egy picit az ünnepváráshoz kapcsolódni, és itt körülbelül 180-100 gyermek volt a színpadon, minden csoportunk, még a picinkék is följöttek egy ilyen kántálás erejéig,
és hát szépen berendeztük a színpadot, nagyon nagy sikere volt a szülők körében is, a gyerekek is nagyon élvezték, úgyhogy ennek sikerére április 22-ére tervezünk egy hasonló nagy műsort, ami a tavasz köszöntő jeles napjaink címet fogja képviselni. Mi lesz még, ami ebben a második fél évben várható, milyen rendezvényekre készültök? Hát a hagyományos rendezvényeink ugye a május 1-i májusfa állítás és a májusfa kitáncolása, a birkafőzőn is fognak táncolni a gyerekek, tervezünk nyári tábort mind a két csoportunknak, már úgy mondom, hogy mind a két csoportunknak az árendás csoport tagjai elsőtől negyedikes gyerekek, nekik is tervezünk, de most ez egy nagy fába vágjuk a fejszét, mert el szeretnénk menni Nagy Visnyóra. A Bokréta pántlikások pedig az árendás csoportot táborát követően érkeznének Nagy Visnyóra, és akkor velük ott folytatjuk. Tavaly nagy sikeretek volt Törökországban, ugye oda kijutott az egyik tánccsoportotok. Az idénre van-e külföldi meghívásotok? Hát megmondom őszintén, hogy ez a napoknak a legfrissebb eseménye, hogy újra meghívást kaptunk, amit nagyon nagy tisztelettel fogadtunk, de nyilván mindenki tisztában van a mostani politikai helyzettel, és azokkal a dolgokkal, amik egy picikét, tehát a második legveszélyesebb országok közé sorolják, tehát a második legveszélyeztetebb csoportba sorolják Törökországot, és átrágtuk magunkat a szülőkkel, és úgy döntöttük, hogy ebben az évben nem vállaljuk ezt a meghívást, de a török fél részéről egyáltalán nem kaptam olyan visszajelzést, hogy ez most bárkinek sértő lenne, hiszen ők is tisztában vannak azzal, hogy most jobban meggondolják a szülők, hogy elengedik-e a gyermekeket. Térjünk vissza egy picit a Györfi Néptáncgálára, ugye pénteken hány órakor fog elkezdődni? 14 órakor kezdődik a Néptáncgála, és ugye a katasztrófavédelmi szabályokat figyelembe véve három részre bontottuk a Néptáncgálának a lebonyolítását, és így nyilván kicsik nagyok elosztva az első, második és harmadik részben. Az első rész 14 órakor kezdődik, a második részt 15 óra 15-kor tervezzük, és a harmadik rész pedig 16 óra 30-kor kezdődik. Kettő nap múlva itt táncgála, mi várható még a két nap alatt? Hát a mai főpróba, még a hiánypótlás egy pár lánynál a ruhák kapcsán, és hát reméljük, hogy mindenki kipiheni magát, az influenza az most egy picit elkerülhetne bennünket ez alatt a két nap alatt, hál' Istennek azért a múlt héten több volt a beteg, most nagyon sokan fölgyógyultak, én nagyon bízom benne, hogy nagyon sok gyerek fog ezen a napon a színpadra lépni. Sikeres rendezvényt kívánunk nektek, köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, már a megköszönöm megtisztelő figyelmüket, hívjanak bennünket, vagy írjanak nekünk, és akkor is értesítsenek bennünket, hogyha bármi rendkívülit látnak az utcákon, hogy azonnal tudjuk önöket tájékoztatni az események alakulásáról. Maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik a Karcag Televízió adása, a jövő heti viszontlátásra mindenkinek.